Szevasztok srácok, hát ezen a héten a csodálatos Patajáról jelentkezem. Itt vagyok már lassan egy hete, és hát a hét az elég aktív volt, az igazság, hogy volt egy kis kalandom ismét masszázsfronton. A kérdés, hogy most meri vagy nem meri, sose tanulok. Küzdök a vízum kérdéssel, akkor következő menet, basszus. Ugyanis túltartózkodtam 4 napot, és ugye megpróbálom megoldani a hosszú távú dolgokat, ez sem lesz egyszerű. Belementem az éjszakába, és voltak kalandjaim. Na jó, jó jártam konkrétan, az első 50 méteren lekapott egy, nem csaj volt. Azt kell, hogy mondjam. Ez mellett találkoztam egy nagyon kedves hölgyel, aki elvitt kirándulni, és megnéztem egy dinóparkot, ami lenyűgöző volt. Ez mellett még egy kis városnézés volt, és gyakorlatilag eltelt a hét. Na, ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornámra, itt a gomba alul láthatod. Hamarosan találkozunk, és nézzük, mi volt múlt héten. Szépen elindultam Patajára, és hát egy 2 órás út volt, gyakorlatilag egy nagyon kényelmes busszal, jöttem 130 baht, igazából tényleg nem egy összeg. És egy 3 kilométeres gyaloglás bevállaltam a busszal, ami a végén már megbántam egy kicsit, mert nagyon-nagyon meleg volt, és a cuccom az bődületesen nyomta a vállamat. Na, megérkeztem a nagy Patajára, nem fázok. Na, még 1,8 km. Ó, Jézus Isten, már nem őszinte a mosolyom, az igazság. Ja, 800 méter, és itt vagyok a víz mellett. Basszus, most úgy beleugranék, nagyon. $16, ennyi ez. 3500 forint. És hát mikor lepakoltam igazából utána, jöve menet, ugye hát látom itt a sok masszázs szalont, ami hát ugye itt normálisnak tűnik, tehát ugye úgy néz ki, mintha tényleg teljesen normális szalon lenne. Az az igazság, hogy tegnap sikerült elmennem egy ilyen masszázsra ismét, pont itt a szembe lévő helyen, és nagyon kemény volt, tehát ugye nekem nem sok rutinom van ezen a téren, és most volt először, hogy basszus, úgy végig gyalogoltak rajtam, tehát így megtaposott, hogy meg szerencsé, hogy nem volt túl nehéz, ami ilyen olaj, masszázs címen fut, az gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a végén akkor happy finish van. Nagyon naív vagyok még, azt kell, hogy mondjam, szóval, és meglepődnek, hogy én ebben a szituban nem nagyon mozdulok rá le arra a lehetőségre. Na hát azért vannak még fennforgások ugye vízumügyben. Na, kaptam egy címet, ahol vízumot ügyintéznek, és beszéltem is most velük, úgyhogy oda megyek. Na, mindjárt ott vagyok az irodónál. Hát egy kis eldugott helyen van. Kaffé. Digitál fotó. Na, tehát azt mondja, hogy nem 45 nap a tartózkodás, pedig én nekem ez volt az információm. Tehát 4 nap elvileg már túl vagyok tartózkodva, ami 500 baht per nap a büntetés, és akkor 1 hónapra tudok hosszabbítani. Na, további fejlemény. Most úgy néz ki, hogy mivel még nem mentem be az Emigration Office-ba, és így ugye nem pecsételték be, hogy túl tartózkodtam, ugye most elvileg 4 nappal, így lehet, hogy fognak tudni valamit intézni. Hát elvileg pénzért mindent el lehet intézni. Fú, azért ez a vízum szága, ez már kezd egy kicsit zsibbasztó lenni. Na most ugye az a probléma, hogy nem akarnak kiállítani itt valamilyen certifikátet
a szállodába, valószínűleg azért, mert ugye túltartózkodtam 4 napot. Hát ugye azt az ígéretet kaptam, hogy 2-3 nap. Na ez abból lett az 1 hónap hosszabbítás, ugye, ami normálisan lehet, tehát 1 hónap plusz 1 hónap ott lehet itt maradni hivatalosan. De az a plusz, amit ugye, amiért fizettem egy valak pénzt, az a vízum, az úgy néz ki, hogy 1 hónap múlva lesz meg, és addig benne akarják tartani az útlevelemet, amiről nem volt szó, és így most bajba vagyok per pillanat, mert mennék tovább, ugye, és így nem tudok foglalni szobát, tehát itt ezt még hétfőn meg kell oldanom, szóval ez még egy izgalmas projekt lesz. Hát és igazából, ami érdekes, hát itt ugye az esti, éjszakai élet, itt ugye van ez a sétáló utca, ez a Walking Street, ami ilyen szempontból híres, nagyon sok bár van rajta, és szórakozási lehetőség. Na, ez az a híres neves hírhet utca. Bemegyek egy picit. Kicsit felújítanak, ami megnehezíti a mozgást, de ezzel megmutatom így nappal, hogy néz ez ki. Na hát itt vannak végig ilyen csodák. Az igazság, tegnap jártam erre, és hát nagyon-nagyon-nagyon lájtos, szóval tényleg még messze van a szezon is, meg hát szerintem még a millió helyen lehet kölcsönözni ilyen motort. Hát ugye megkérdezzük, hogy mik a tarifák. Oké. 200 baht. Oké. Na hát gyakorlatilag ugye 200 baht egy napra. Van, ami még ennél olcsóbb, és akkor, hogyha egy étre kell, akkor 1000. És itt végig ez az mögöttem lévő rész, ez a hosszú öböl, ez gyakorlatilag ugye itt a fő strand rész, és éjszaka hát ugye itt rajzanak ki a leányok. És hát van egy utca, amiről nem tudtam, és hát meglepett egy kicsit. Na hát voltam ezen a kis utcán szerdai nap. Na mindegy, szóval ezt a helyet akartam megmutatni, de akkor le volt merülve az aksi, úgyhogy visszamentem pénteken. Itt a számomra kihívás volt mindenhonnan egyszerűen töménytelen mennyiségű nő vagy nőnek néző férfi. Lenge öltözékbe próbálta az embereket becsalogatni, és hát ezen az utcán így végigvergődve hát arra következtetésre jutottam, hogy hát lehet, hogy visszafelé már nem ezen az útvonalon jönnék, tehát megkerültem az épületet, és egy hátsó kis ilyen sikátorba gondoltam visszamenni. Na hát ez nem biztos, hogy jó ötlet volt, ugyanis az első 50 méteren egy leány hát konkrétan letámadott, és be akart rám cigálni egy ilyen bárba, hogy akkor menjek be. Hát kis küzdelem árán, de sikerült meggyőznöm őt, hogy én ezt nem akarom. Hát nem is beszélve, hogy ugye hát Ladyboy volt a lelkám. És mentem tovább, és akkor basszus. Hát figyeljetek, én egy olyan gyönyörű nőt még életemben nem láttam, mint az, ahogy kinézett az arc, a test, tudom én minden, mint hogyha a divatlabból lépett volna le. Hát megállított a lelkem, és hát megmondom, hogy én köptényén nem tudtam, annyit tudtam mondani, hogy nagyon szép vagy, aminek nagyon örült, és akkor utána úgy diszkrétan fogta, és így felhúzta a ruháját alulról, és hát így nem volt rajta alsónemű, és nem volt lány, kicsit csokkoló volt. Na hát onnan úgy kicsit le voltam sokkol, gyakorlatilag erre nem számítottam, hogy egy férfi nemi szerve találkozom még este, de gyorsan tovább is álltam. Na, ma kirándulok egyet, és nagyon kedves ismerős fog elvinni. Na hát mi valami dinoszaurusz parkba jöttünk egyébként, ez valami marha nagy hely itt, mert akkor a parkolója van, hogy én nem tudom mennyi ember szokott itt lenni. Na mindjárt megnézzük a helyet. Really nice.
Maybe I'm losing my mind, but I know I'll never leave you behind. No, baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby, I got you. No matter the distance, no matter the moves, yeah, baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove. Hát gyerekek, ezek valami brutálisan nagyok. Szóval autóval azért végigmentünk a városon, és jobbot látnom ugye az épületeket, sok vezeték, ami hihetetlen, hogy itt hogy tudják ezeket kezelni, és ugye látni a házakat így a menetbe. Volt egy-két érdekes rész, ami nagyon tetszett, és elmentünk egy kilátóhoz, megnéztünk egy nagy aranybuthát. És elmentünk volna egy templomhoz, ami egy csodálatosan szép hely. El is jutottunk a bejáratig, de megmondom nektek őszintén, hogy 500 watt volt a belépő, és az igazság, hogy az rohadt sok. Tehát, hogy azért, hogy egy templomot megnézek, azért én nem fogok 500 wattot kifizetni, úgyhogy sajnálom, ezt majd így megnézitek egy ilyen csort felvétel alapján. Na és hát egy kicsit a lelki percek, így akkor maradjunk a témánál igazából a hölgyek és társkapcsolat esetleg, mint ilyen témakör. Hát az igazság, hogy én már elég régóta szingliben nyomom a dolgokat, és hát persze, hogy az ember vágyik arra, hogy legyen valaki az életében, és hát én is azért nyomulok itt ezeken a társkereső oldalakon, és hát vannak élményeim. Az igazság, hogy most már hát azért randiztam, most így nem számolom, de szerintem egy ilyen egy 8 körül járok szerintem, nagyságrendileg. Elég vegyesek a tapasztalataim, hogy így mondjam, azért itt azért elég nagy százalékban ugye itt üzletről beszélnek a hölgyek legtöbbször, amit nem is rejtenek vége alá, szóval itt nincs kérdés, nincs félreértés, hogy így mondjam. Elég könnyen bele lehet szaladni ugye ezekben a lédibolyókban is, jellemzően mondjuk itt Pattaján, de hát ők is azért ezt jelzik viszonylag korán, úgyhogy nem fog meglepetés érni adott esetben. Hát nem tudom, szóval, hogy én ugye megismertem egy leányt még a második napon, amikor ide érkeztem, és egy nagyon-nagyon jó randink volt, tényleg szuper volt minden, egész jó beszél angolul is, sőt nem csak angol, ez németül és olaszul is beszél. Egy nápolónő egyébként, de ilyen privát cégnél, privát ügyfeleknek, szóval valami exkluzív akármicsoda. De itt nagyon-nagyon durva, ahogy itt... Tehát itt tényleg rabszolgatartás van. Itt a normál munkaidő nagyon sok esetben úgy kell képzelni, hogy minimum heti 6 nap, minimum 12 óra per nap. És ez itt tök normális, elfogadott. Szóval egyszerűen nincs az embernek energiája, ideje se semmire. Ez a leány meg gyakorlatilag azóta, amióta megismertem, onnantól dolgozik. Volt, hogy 7 napot 24 órába. Tehát non-stop
ott kellett lennie, mindig ugrásra készen. Ezek után 5 nap pihenő kapott elvileg, amiben készenlétbe kellett lennie a sürgős esetekhez, és persze már másnap mennie kell. A lényeg az, hogy nem tudom, tehát azóta is így néha beszélünk, de ez így nehéz. Ettől függetlenül egyébként azt gondolom, hogy a táj nők, tehát az átlag normál nőkről beszélek, azok nagyon-nagyon-nagyon normálisak, és abszolút el tudnám képzelni adott esetben, hogy legyen egy ilyen párkapcsolatom, bár per pillanat ugye nem feltétlenül ez a prioritás, ugyanígy utazás közben nagyon nehéz, és hát a másik dolog az, hogy még nagyon messze vagyok a céljaimtól, igazából az oldalam is ugye elég hervatag, és igen, tehát először valahogy stabilizálnom kéne magam, és valami jövőképet felépíteni, mert így ez rohadtul nem vonzó senkinek sem, sőt saját magamnak sem, szóval mindent a maga idejébe, ugye? Szóval érdekes dolog ez. De ettől függetlenül találkozok, mint ahogy tegnap is ezzel a hölgyel, akit ugyanúgy így randi oldalon ismertem meg, és egy nagyon-nagyon kedves, aranyos hölgy, és elvitt, kirándultunk egyet, jól éreztük magunkat, és mindenki ment a dolgára. Szóval, tehát ilyen is van. Nem feltétlenül kell mindig rosszra gondolni. Úgyhogy, hát egyelőre ennyi a szerelmi élet is. Úgyhogy, ja, fókuszálnom kell a dolgaimra, és akkor az élet majd adja, reméljük. Vigyázz magadra! És tudod, love.